következő műsorunk nem más, mint az Anime Fun Time, mégpedig animológia és az Anime Fun World közreműködésével, az pontosabban Sati és Miga. Fogadjátok őket sok szeretettel! Köszönjük szépen! És üdvözlünk mindenkit! Én lennék Sati, ő pedig Miga. És én vagyok Viga. Jól tudjuk, itt elég sok cosplayer szereti az animéket, ahogy mi is. Igaz, Viga? Igen, igen, így van. Mi nagyon szeretjük, hiszen ebben a témában csináljuk a YouTube csatornáinkat is. Így van. Így van. Egyébként szorongatok itt egy kis nyereményt majd a végére. Igen, szóval egy kis anime fanságot hoztunk el nektek, így a mai napra. Ami lesz ma, az nyári szezon ajánló, anime érdekességek, cosplay tények, cosplay bakik, az egy érdekesebb dolog lesz. Szerintem kicsit hátrébb megyünk, hogy jobban lássátok. Illetve végén egy meglepetés játék, amihez itt vannak a nyeremények, de az majd a végén kitérünk rá. Szerintem akkor kezdjünk is a nyári szezonnal, ami ugye július elején kezdődött, és még javában tart, mert októberben fog befejeződni, mármint ami a 12 részes sorozatokat illeti. Így van, így van. És több mint 40 anime, ezen kívül ugye ovákon át, movie-k, tehát hogy rengeteg anime jött ismételten ki a nyári szezonba, és ezek közül csemegésztünk és hoztunk el nektek néhányat így kibeszélésre, hogy mi az, amit mi nézünk, és esetleg ajánlunk is nektek megnézésre. Az első animét én választottam, ez a Fate Apocrypha. Aki ismeri a Fate univerzumot, az már tudhatja, hogy kb. Miről szól. Ismételten egy olyan világot kapunk, ahol létezik a Szent Grál, ami egy mágikus tárgy, és aki megkapja, annak bármilyen kívánságát teljesíti. Ez alkalommal viszont nem 7 mágust választja a Grál, hanem 14-et. Ők két csoportra fognak osztani, a vörösekre és a feketékre, és mert két csoport van, így lesz majd egy bíró, így tehát minden mágust megidéz egy-egy szolgát, tehát 14 plusz egy szolgát fogunk kapni. Nekik kell megküzdeniük, és a végén, aki életben marad, az megkapja a grált. És hogyha jól tudom, itt is van egy történelmi alakunk, Jeanne d'Arc személyében, mert ugye az eredeti Fate-n állt a sorozatban is. Nem, minden megidézett hős a történelem valamely pontjáról származik, tehát itt is fogunk találkozni például Mordreddel, ahogy mondta, Jeanne d'Arc-kal, vagy akár hasfelmetszőtekkel. Tehát egy csomó történelmi alakkal találkozhatunk, úgyhogy a történelem kedvelőket mindenképp ajánlom nekik, főleg aki egyébként a Fate Night-ot látta, neki mindenképp, mert hasonló grafikával működik, illetve hasonló, talán hasonló koncepcióval is, nem? Mondhatjuk, hát itt most két fél küzd meg egymással, úgyhogy annyi a különbség, hogy több harc szintéren zajlanak a csaták, és tényleg elején még csapatok vannak, és a végén majd mindenki egyesével fog megküzdeni egymással. Igen, úgyhogy ajánljuk a figyelmetekbe mindenféleképpen. Egyébként Japánban nemrég jártam, és tele volt Fate apokrifás mangával, poszterrel, úgyhogy a japánok nagy kedvence is ez az anime. És amit még hoztunk nektek, az a Vatikán Kiseki Chōsaka, ami egy, hát lényegében, ahogy a neve is mutatja, egy Vatikánon alapuló történet, egy krimi, nagyon-nagyon fordulatos és érdekes, hogy sokak által már ismert egyébként sztorikat tartalmaz, tehát ugye, amiket már korábban hallottunk, ez a esetleg hallhattatok már a, ugye, ezek a papokkal kapcsolatos nem jut eszembe a szó, tehát a pedofiliáról például, vagy a, ugye, a megtermékenyülés isteni sugallatra a lényegében. Tehát rengeteg olyan sztorit kaphatunk ebbe, ami már ugye nem ismeretlen számunkra, bár egyébként az elején minden résznek leírják, hogy olyan történeteket tartalmaz, amik fikciók, tehát hogy nincs köze a valósághoz, bár azért valóságban is szerintem már hallhattunk róla. Egyébként a főszereplőnk Hiraga bal oldalon látható, illetve Robert, ők ketten a csodakutatók, ugyanis ennek a történetnek az a lényege, hogy rengeteg ilyen csoda van, és ők ketten azok, akik kiderítik,
hogy valójában megtörténtek-e ezek a csodák, tehát hogy csodának nevezhetőek. Ugye mind a tudomány segítségét kérik ebben, valamint ugye elméleti könyvön alapuló tudással, és próbálják kideríteni, hogy mi áll ezeknek a ördögűzéseknek és isteni vallási kivégzéseknek. Egyébként több véres jelenet is van benne. Én nagyon félek tőle, bár a jaoi fanok biztos nem, de van benne némi ilyen utalás. Remélem, hogy ez a későbbiekben nem fog kibontakozni, de mindenképpen tapasztalható ilyen utalás, főleg ugye, mint említettem, a pedofília révén is ugye már előjött ez, meg apró kis sugallatok vannak. Reméljük, ezt kihagyják most belőle. Egyébként nagyon érdekes, fordulatos anime, én mindenkinek csak ajánlani tudom, még azoknak is egyébként, akik egyáltalán nem vallásosak, vagy teljesen elítélik ezt a dolgot, mert tényleg nagyon izgalmas és érdekes koncepciója van. A következő anime a Shokugun Altair, ami a középkori Törökországban játszódik. Főszereplőnk a 17 éves Mahmud, aki gyerekkorában elpusztult a háború miatt a faluja. Ekkor úgy döntött, hogy basa lesz belőle, hogy belelásson az országnak a hadügyeibe, és meg tudja akadályozni ezt. Sajnos egy incidensnek köszönhetően megfosztják rangjától, így arra kényszerül, hogy elkezdjen utazni, bejárja a környező országokat, és tanuljon, hogy minél hamarabb visszakaphassa a rangját. Nekem egyébként elsőre a Szulajmán ugrott be egy olyan sorozatról, mert rengeteg vonatkozás lehet egyébként már meglévő anime sorozatokkal és élőszereplő sorozatokkal is így felfedezni ebben a nyári szezonban, mondom, rengeteg ilyen vonatkozást véltem felfedezni. Ezről mondom, hogy a Szulajmán jutott eszembe, kis törökös történelmi sorozat, de persze nem erről van szó. És egyébként eddig, hogy tetszik, mennyire fordulatos? Igazából a legnagyobb fordulat eddig tényleg az, hogy elvették tőle a rangját. Más nagyon még úgy nem történt, mert járja az országokat, mindenhol találkozik ugye emberekkel, és tanul tőlük, hogy tapasztaltabb legyen. Egyébként mennyi köze van a történelemhez, mármint a valósághoz? Hát arról fogalmas is, hogy az egyes személyek hogy kapcsolódnak, de például az animében felfedezhetjük a különböző országokat, mint például Firenzével is találkozhatunk, Föníciával, illetve Törökországgal, úgyhogy így fel lehet ismerni az országokat benne. Igaz, hogy kicsit más a nevük, de azért figyelmes az ember, akkor tudja, hogy melyik ország mi. Akkor egy kis turizmus is van benne. Amit még hoztunk nektek, az a Kakegurui. Kint külföldön is, és Japánban is az egyik legjobban várt anime volt. Lényegében arról szól, hogy van egy magániskola, ami különleges elvek alapján működik, ugyanis a legokosabbak, leggazdagabbak járnak erre az akadémiára, és nem úgy próbálják, nem tudás alapon próbálják eldönteni, hogy ki a legjobb, hanem szerencsejátékkal, mert hogy szerintük ez kell ahhoz, hogy valakiből jó vezető válhasson majd a későbbiek során. Így, amikor véget ér a tanítás, egyszerűen átváltozik ilyen szerencsejáték helyszínné, minden terem, és mindenki játszik valamit. Viszont ebben az a hátulütő, hogyha nem vagytok jók a játékba, és eladósodtok, akkor úgymond háziállatok lesztek, kaptok egy kis bilédát a nyakatokba, és valaki majd parancsolgat nektek. És lehet, hogy egy idő után majd vissza kell fizetni, de érdekes, hogy jön egy új lány, nyilván az akadémiára, aki először azt hiszük, milyen szende, de persze kiderül, hogy a legokosabb talán az akadémia részvevői között, ott a fekete hajú hölgyemény, aki én szerintem egy kicsit beteg, tehát a viselkedésén, hát nem hétköznapi, azt kell, hogy mondjam, de rendkívül okos. És az a jó még ebben az animében, hogy nem a klasszikus szerencsejátékok vannak benne, tehát egy póker, meg rulett és társai, hanem nagyon összetett, és én még eddig nem találkoztam ilyen játékokkal, amikkel ők játszanak. Nagyon körmönt pont az egész, és maga a hölgyemény is, ha jól emlékszem, Yumeko talán a neve. Nagyon jó, izgalmas, végig pörgős, nagyon kíváncsi leszek, hogy a végén mit tudnak kihozni belőle, úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom a figyelmetekbe. Mondom, vannak benne elég betegnek mondható jelenetek és pillanatok, amikor az egyik hölgyemény arra hát élvez kvázi, hogy hat golyó helyett ugye egy golyó van a tárba, és a fejéhez tartja, és hogy most az első vagy nem sül el, és ha nem sül el, akkor attól teljes extázisba kerül,
hogy hú, sikerült, és ó, ettől élek, és szóval vannak ilyen érdekes jelenetek benne, de én mindenféleképpen ajánlom, mert tényleg nagyon izgalmas. És érdekes különben a koncepciója is, mert a szerencsejáték az ugye eddig még nagyon, én nem találkoztam animébe ilyen témával, viszont Japánban vannak ezek a úgynevezett pacsinkók, amik ahol ilyen szerencsejátékokat játszanak, illetve ilyen automatákkal van tele az egész hely, brutális különben, hogy milyen zombik ülnek ott tényleg, tehát hogy bemész, mindenki ül egy ilyen kis húzogatós gép előtt, dobálja be a kis 100 jenesét, és ülnek, és cigifüst van, és iszonyat hangos, az egész brutális, és akkor van egy emberke, aki mutogatja, hogy hol van hely, hova ülhetsz le, tehát valamilyen szinten így betekintést nyerhetünk az anime által, hogy ebbe a japán szerencse játék függőségnek a világába is szerintem. És itt van neki még a Koito Uso, ami egy romantikus slice of life anime, ami eléggé furcsa világban játszódik, mert itt az állam dönti el, hogy ki kivel fog összeházasodni, és erről 16 éves korukban tájékoztatják az embereket. Nejima Kun, a történetünk főszereplője, már gyerekkor óta ugye szerelmes egy lányba, és sajnos már igencsak közeledik a születésnapja, ezért fogja magát és bevallja a lánynak, hogy mit is érez. Közben tudja, hogy nem tudnak összeházasodni, mert akkor törvényt fegnének igazából, és ezután majd ugye megismerkedünk a feleségével, akivel össze kéne házasodnia, illetve az eredeti szerelmének is közben a kijelölt férje. És ezt kell bemutatni az anime, hogy vajon össze fognak-e jönni, vagy nem, megszegi a törvényt, vagy nem. Igen, meg ez is japán vonatkozású, ugye, mert Japánban még mai napig vannak elrendezett házasságok. Tehát lényegében ez ilyen társadalom kép is, hogy azok, akik ilyen elrendezett házasságban kényszerülnek, tehát azok a családok, ugye, illetve hát ugye férfiak is, nők, hogy élik meg, ezt is így valamennyire szerintem visszaadja az anime. De inkább ez a romantikus szál, ami megy ebbe. Igen, meg ugye itt nem a vagyon alapján döntik el, hogy ki kivel fog összeházasodni, hanem a személyiség, meg a genetika alapján az állam eldönti, hogy ki kinek lenne a tökéletes párja. Ez érdekes gondolat különben, nem? Mit szólnál hozzá, hogyha ez alapján választanának párt? Elvileg lehetséges az, hogy nem házasodtak össze, csak akkor az belekerül az önéletrajzodba, tehát nem fognak felvenni esetleg egy iskolába, vagy egy munkahelyre, ahol menni szeretnél. Úgyhogy lehet házasságtörő, csak nem éri meg. Igen, ez ugyanolyan, mint a külföldi munkavállalás Japánban, hogy ki mehetsz dolgozni, de ha visszamész, nem feltétlenül fog minden japán cég veled szóba állni, mert ugye már akkor nem vagy annyira befolyásolható. Na és amit végül utoljára hoztunk nektek, az a Barume Yokoso című anime, ez egy 26 részes anime különben, és látható főhősünk bal oldalon. Lényegében versenytáncokról szól, tehát ilyen báltermi táncokról, latinról, keringőről, rengeteg tánc figyelhető, látható benne, és azoknak az alaplépése is. Ugye ez egy sport, aminek számít, és egyébként nekem rögtön a Yuri on Ice jutott róla eszembe, hasonló különben. Úgyhogy aki azt nem szerette, szerintem ez sem fogja. Viszont aki azt szerette, az valószínű ezt biztos, hogy kedvelni fogja. Viszont az viszont hátrány volt számomra, ami nekem annyira nem tetszett ebbe az animébe, hogy a táncokat csak többségében pillanatképben mutatják, vagy tényleg csak apró részletei, pedig egyébként a Yuri on Ice-ba kifejezetten tetszett, hogy részletében végig pontosan mutatják az egész előadást, itt pedig nem, tehát hogy tényleg csak úgymond részletet kapunk belőle. Kíváncsi vagyok, hogy végül mit fog adni a sorozat, mert ugye jelenleg is fut, és jelenleg is fordítják, tehát folyamatosan hétről hétre kapunk új részeket. Egyébként a főhősünknek az animének a lényege az maga a céltudatosság, és az, hogy mit is szeretnénk kezdeni az élettel, ezen gondolkozik főhősünk is, hogy mit kellene később csinálnia, választania, ugye középiskolát kell választania, és még nem tudja, hogy mihez akar kezdeni, majd ugye belefut az egyik osztálytársa révén ebbe a tánciskolába, majd megnéz egy előadást is, egy versenyt, ilyen versenytáncról, és rögtön beleszerelt, és ezt akarja csinálni, teljes odaadással, elhivatottsággal, tehát nagyon céltudatos ez az anime, úgyhogy aki ezzel így magára ismer, annak szerintem mindenképp fog tetszeni.
És akkor hoztunk nektek némi anime érdekességet, nem tudom mennyire vagytok otthon a témában, de hoztunk egy jó pár dolgot, ami esetleg érdekes lehet számotokra, így az animékkel kapcsolatban. Például olyanokat, amit mondjuk nyilván szerintem, aki animékkel bármilyen kapcsolatban is áll, biztos tud, hogy a anime az animation szóból származik, de nem itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy eleinte Japanimationnek hívták, tehát nem is anime volt először, sőt egyébként most itt 2017-ben elértük, hogy 100 éves lett az anime, tehát idén 100 éves, bár a legutóbbi értesülések szerint találtak már 1907-nél régebbi, tehát 1917-nél régebbi leletet valamikor még a év elején, tehát az évszázad elején. De minden esetre most ünnepeljük az anime 100. évfordulóját, úgyhogy ez mindenképp öröm itt számunkra animéseknek, ez a tény. És akkor szerintem haladjunk, hoztunk még olyat is, hogy világszinten, tehát a világ rajzfilmjeinek 60%-át az animét teszik ki, ami egyszerűen brutális, nem? Hát volt rá 100 évig. Igen. Igen, volt rá bőven idejük, hogy ezt ide egyébként mai napig, tehát hogy irdatlan mennyiségű anime kerül ki. Mint láthatjátok, 40 új animét próbálnak a tévébe, a japán tévébe valamilyen csatornára beapplikálni, hogy bejussanak. Hát ugye maga a szezonok is általában legalább egy 50-60 sorozattal jönnek ki, tehát irdatlan mennyiségű anime jön ki időről időre. Egyébként vannak Japánban külön animés csatornák is, mint például az Animax, amit nyilván lehet, hogy hallottatok már itthon is, vagy itthon is volt. Olyan is van kint, csak hát az nyilván előfizetéses, de egyébként hétköznap, hétvégén ide-oda próbálnak benyomogatni. Sajnos én, amikor kim voltam, nem jutottam annyit japán tévéhez is, amikor igen, akkor is talán hajnal egykor volt az, amikor én animével találkoztam, szóval így tényleg nagyon elszórtan, nem annyira jelenik meg ez náluk, mint amennyire mi gondolnánk, hogy ez mennyire benne van a kultúrájukban. Nyilván egyébként mindenhol vannak animés figurák, meg minden hülyeséget animés karakterekkel ábrázolnak, és adnak el, és jelenítenek meg, szóval brutális. Egyébként a legnépszerűbb műfajuk, mert ugye rengeteg, tehát nincs olyan műfaj, ami animékben is sem megtalálható lenne, és világszinten egyébként a sci-fi, ami a legkedveltebb műfaj. Itthon meg egyébként a fantasy, ami szerintem nem áll olyan messzi egymástól a két műfaj. És akkor most beszélgessünk kicsit, hogy a költségekről, hogy mennyibe is kerülhet. Például itt hoztuk nektek, hogy a költségvetésnek a 10%-a csak a szemek és a bentó dobozok megrajzolására megy el. Képzelhetitek, hogy a bentó doboznak, amelyek van szemek. És még mondjuk az animék nagyon sok ugye, pénzt generálnak, és sokba is kerülnek. Viszont az animátorokat nagyon nem fizetik meg, tényleg minimál bér alatt keresnek, ahhoz képest, hogy milyen minőségi munkát végeznek, hiszen gondoljuk csak bele, mondjuk egy bármilyen animében most fut, nagyon szépen megvan rajzol, látszik, hogy igényes, és ahhoz képest, hogy mennyit keresnek, durva. Itthon szerintem senki nem csinálna, hogy minimál bérért ilyen minőségi munkát senki nem igen, csinálna. De azért tegyük hozzá, hogy ott Japánban kint 100 000 ilyen a minimál bér, ami olyan jelenleg a 2,3-as árfolyamon olyan 230 000 forintnak felel meg, amit itthon azért kevesen érnek el. De Japán ott érés szempontjából egy legdrágább ország. Így van. Egyébként úgy, hogyha kezdő vagy, és olyan helyen helyezkedsz el, akkor talán még a 200 000 yen sem éri el a fizetésed, ami tekintve, hogy például Tokióban 100 000 yen alaphangon az, hogy te albérletbe éljél, szóval úgy tényleg nem igazán fizetik meg szegény animátorokat, viszont költségekre visszatérve, azért próbálnak úgy spórolni egyébként az anime jelenetekkel, hogy átalakítható jeleneteket csinálnak, tehát hoznak létre, amelyek mondjuk a hátterét tudják egyszerűen kicserélni, vagy elmozgatják a karaktert, vagy bármi, és így próbálnak spórolni, legalábbis a bentós és szemes dologhoz képest. Viszont azért sokat próbálnak úgy is nyerni a költségvetésből, meg ugye szponzoráltatni magukat, ezért nyilván nem meglepő, hogy rengeteg termék megjelenítés is van ezekben az animékben,
mint például a Pizza Hut, amit itt láthattuk a képen is. Igen, és már vagy 35-40 animét szponzorált, és mindegyik animében meg is lett jelenítve. Ilyen például a McDonald's, vagy a Sony. Így van, szerintem a WC Donald felirat animékben, aki már látott, ez nem újdonság számára. Figyeljétek meg egyébként sokszor, hogyha nem is, tehát főleg ilyen burkolt reklámok vannak, persze itt például a Pizza Hut esetében azért nyíltabb, természetesen attól is függ, hogy mennyit áldoznak a szponzorációra, de rengeteg termék megjelenítés, tehát ugye, ahogy mondtad, Sony is, Pepsi, Coca-Cola, amit akartok, tényleg ebbe is minden megjelenik animékben. De persze szerintem kell is, tehát, hogy rengeteg anime van, rengeteget kell rájuk költeni, nem feltétlenül jön vissza, ugye nehéz a verseny is, tehát nem egyszerű. És ezek ellenére is ugye vannak olyan országok, amikből ki vannak tiltva az anime. Tehát ennyi munka és pénz és ráadozott idő és stb. Után vannak olyan országok, ahonnan ki vannak tiltva. Mi például Japán, ahonnan kb. 40 animét kitiltottak. Már mint Kína, nem? Kína. Na, Japán mondta. Ja, ugye. Japánban is. A szép lenne egyébként Japán. Nem, találtam olyan animét, amit betiltottak Tokióban. Nem lehet például árulni az első epizódját, nem lehet levetíteni, és ki van tiltva a Tokióból. Az anime. Na, akkor jó, akkor Kínára térjünk át. Onnan 40 anime van kb. Kitiltva, mert hogy erőszakosak, mert a közelkölcs ellen vannak, és hogy ezek nem valók oda. Mint például az Attack on Titan, a Death Note, a Parasite, Az Elfenlid, a Kurushitsuji. Ezek a jó animik mind ki vannak onnan tiltva. Igen, én nem élnék, már csak ezért sem költöznék Kínába, mert minden ügyességet kitiltanak. Tehát, hogy szeretjük az animéket is nézni szeretnénk, de egyébként például Németországban meg le se lehet sok esetben tölteni ezeket, mert ott még szigorúbbak a szabályozások. De egyébként Szaúd-Arábiából is, meg egy csomó más országban is ki vannak tiltva még egy csomó anime. És van egy anime, aminek az első epizódja világszerte, mindenhonnan ki van tiltva, úgyhogy vajon az milyen lehet. Igen, meg ott van például a Pokémon is, aminek ugye van egy része, ahol Pikachu ugye rengetegszer süti el a kis elektrosokkolóját, és epilepsziás rohamot okozott az embereknek, így azt is körülbelül világszinten kitiltották a tévéből. De egyébként, ha szemfülesek vagytok, YouTube-on megtalálható az a rész, úgyhogy a YouTube-on minden fönt van, ahogy mi is. Igen, de egyébként vannak olyan brutális szerkesztések és cenzúrák, mint például a One Piece esetében, ahol a 4Kids, amikor angolra szinkronizálta az animét, akkor konkrétan a 143 részből sikerült 104-et létrehozni, tehát annyira levágták az ilyen cenzúrázott részeket és mindent, ami a közelkölcs ellen való. Ott biztos úgy gondolták, hogy egyszerűbb átszerkeszteni, mint hogy egy kicsit későbbre rakni a tévébe, hogy ne a gyerekek nézzék meg. Igen, mert egyébként még úgy is szokták kiküszöbölni így ezeket a provokatívabb animéket, hogy késő estére vagy hajnalra rakják, tehát olyan időben, amikor elméletileg gyerekek nem tudják megnézni, bár én ezt a mai világban már annyira nem hiszem el, tehát akkor, tehát, ha ügyes az ember, bármit meg tud oldani. Igen. És akkor most éljünk rá egy kicsit a cosplayekre, hiszen cosplayes rendezvényen vagyunk, és szeretünk volna nektek is kedveskedni. Nyilván olyan tényeket hoztunk szerintem, ami szerintem nem lesz nektek újdonság, de azért reméljük, hogy tudunk nyújtani pár érdekességet. Az első kérdés, hogy vajon mikor készült el az első cosplay? Ugye az első cosplay 1932-ben készült el Forrest G. Ackerman közreműködésével, az akkori első Science Fiction Convention-re készített el a cosplayt, és azóta is van jelen. Igen, és ugyanezen a rendezvényen volt jelen Nobuyuki Takahashi, aki a bal oldalon látható, akinek egyébként a nevéhez fűződik a cosplay kifejezés. Mivel a japánok látták, hogy milyen jó elmenni egy ilyen rendezvényre, beöltözni a kedvenc karakternek, viszont az angolról japánra fordított verzió nem tetszett nekik, hogy a masquerade-et átfordítottak japánra, így inkább a costuming szóból csinálták meg a cosplay szót. Igen, amit most is jelenleg is használunk erre a csodás rendezvényre, meg amiben ti is beöltöztök, hogyha beöltöztetek. De persze azért vannak szabályozások is, világszinten is, ahogy ugye az előző előadásban is elhangzott, hogy méretre, súlyra, stb. Jó, ez egy kicsit.
De ezek komolyabbak, igen. Tehát vannak olyan rendezvények, ahol például meg van tiltva a mesztelenség, tehát hogy milyen durva. Igen. Szabályba kellett foglalni, hogy nem mehetsz fel mesztelenül a színpadra. Igen, szóval nem is tudom, kinek jutott ez így eszébe, tehát hentai animéből akart így koszpélyezni, hogy ez így gyorsan és költséghatékonyan megvan, ilyen low-costos. Igen. De volt, aki például valódi fegyverrel ment fel a színpadra, ugye ez az USA-ban nem furcsa, de meg van engedve ugye a fegyvertartás, de hát azért mégse kéne ugye elmenni egy rendezvényre, hogy igazi fegyver van nálunk. Így van, meg volt olyan fegyver is, amiből tűz jött ki, ami meg aztán igazán baleset veszélyes, hogyha épp nem úgy sül el a fegyver. Meg a ételekkel is vigyázni kell, mert az is ki van tiltva nagyon sok helyen, hogy ételből készült koszpét nem viselhet. Erre van is egy jó kis példánk. Igen, amikor valaki mogyoróvajból készítette el a koszpét, és ugye a színpadi lámpák hőjétől az megolvadt, így mesztelen. Igen, így két szabályt is kimaxolt. Szóval oda kell figyelni ezeknél a rendezvényeknél, hogy mibe öltözünk éppen. De valaki azért pozitívumot is hozott, ugye Guinness rekordok könyvébe is belekerült egy cosplay, méghozzá egy Batman cosplay. Igen, a cosplay 23 működő elemet tartalmaz, mint például a füstbombavető, vagy a Batman lámpa, és ezek például működnek, bele vannak építve a ruhába, tehát a képen nem is látszik, hogy tényleg mennyi minden van benne. És ez az idei Guinness rekordok gamer kiadásába került bele. Igen, mint a legtöbb működő, kiegészítővel rendelkező cosplay, ami egyébként brutális, tehát időbe is, energiába is, pénzbe is. Már alapból egyébként egy sima cosplay megalkotása szerintem az is már brutális, hogy mire vagytok sokan képesek tényleg egy cosplay megalkotásához. És hát van remény arra, hogy esetleg Guinness rekordok könyvébe is bekerüljetek ezzel, úgyhogy hajrá, hajrá! De persze lehet venni is a cosplayt, amiből azért jó sokat profitálnak, főleg ugye Japánban ezek a cosplay áruló, kész cosplay árusító cégek, akik 2008-ban 35 milliárd ilyen profitot generáltak, már ez nyilván a duplája. Ezt megszorozzátok 2,5-re, hát olyan 100 milliárd forint. Azért nem rossz, szerintem. Jó, hát ebben nem csak a lustábbak tartoznak bele, hanem egy parók, vagy egy kontaktlencse, kiegészítők. Így van. Úgyhogy költséges hobbi mindenféleképpen. Viszont arra nagyon ügyeljetek, hogyha készítetek egy cosplayt, van ugyanis egy olyan cosplay legenda, hogyha ezt csak otthon veszed föl, otthon használod, akkor te nem számítasz cosplayernek, elméletileg, hanem csak akkor leszel cosplayer, hogyha te ezt elmész emberek közé, mutogatod, eljössz egy ilyen rendezvényre, tehát csak akkor számítasz cosplayersnek, különben valami érdekes egyének, aki otthon fura ruhába öltözve ül és nézi a tévét. Hát igen, és ha már időt és pénzt szántál a cosplayedre, akkor tessék elmenni és megmutatni, nem csak otthon felveszed el, vagy egy órát benne, aztán leveszed. Így van. És ezért van ez a rendezvény is például, hogy meg tudjátok mutatni, ugye lesz itt cosplay verseny is. Igen. Úgyhogy arra mi is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen csodákat hoztok itt létre. És ha már beöltöztetek, akkor lárpolhattok is, amikor összegyűlnek a cosplayesek egy játékból, vagy nem tudom, egy filmből, és akkor eljátszanak egy jelenetet, vagy egy egész játékmenetet. Itt ugye meg van adva, hogy kinek mit kell csinálni, és mindenki beleélheti magát a történetbe. És a kis rövid időre tényleg azzá válhat, akinek beöltözött. Így van. Vagy elmegy egy cosplay kávézóba felszolgálónak, amíg már így kifejezetten cosplay kávézók így nem léteznek Japánba, mert az ugye olyan régen a játékok, esetleg animéknek a népszerűsítésre jött létre, de annyira nem volt életképes. Igen, nem volt életképes lényegében, és ezekre jöttek létre ezek a maid kafék, vagy maid dream kafék, amik, hát ajánlom, hogyha kijuttuk egyszer Japán, mindenképpen menjetek el egybe. Én voltam, de úgy érzem, hogy csökkent vagy 10 pontot az IQ-m. Annyira brutális, tehát ez a kis loli lányok, akik ilyen tényleg 10 évesnek néznek ki, egyébként meg kb. 20 körül vannak, és akkor és így nyikognak neked, ráadásul egy olyan nyelven nyilván, amit én persze nem értettem, tehát ez még pláne volt,
Én egyébként akkor akadtam ki a legjobban ezzel a túlcsorduló cukiságtól és káraiságtól, amikor volt egy ilyen kis előadások, mindig szoktak ilyen kis előadást tartani, és akkor előtte lehetett venni ilyen kis világító pálcikát, 200 jenért, és aztán ugye széttöröd és világít. Na már most ideig oké is a dolog, hogyha kezdődik a show, de mondták, hogy várjuk meg mindenképp, és mielőtt kezdődött, odajött hozzám az egyik hölgy, és így nyújtotta a kezét, hogy akkor most én fogjam meg az egyik végét, ő a másik végét, és együtt törjük el, és de jó. Szóval készüljetek fel rá, hogy kaptok ilyen kis cicafület is ott, meg nyusztisat, meg amit akartok, szóval ilyen érdekes hely. A Japánban. És rengeteg van, és tele van, mondom, ilyen kis lólikkal. De érdekes a vendégek, meg volt olyan vendég, ilyen ekkora darab kigyúrt, nem tudom, ilyen full rocker kinézetű japán csóka, és mondom, de te mit keresel itt? Hát, nagyon érdekes világ, úgyhogy mondom, ajánlom mindenképp, ha egyszer kijutok Japánba, hogy menjetek el egy ilyenbe. Fenomenális. Na és akkor haladjunk tovább. Csak ne erre. Ez fordítva megy most. Előbb jó volt. És akkor? Ó, igen. Az elrontott cosplay. Szerencsére itt a rendőrfügye még nem találkoztunk rossz cosplay-e. Így van, de tudnak érdekes dolgok születni cosplay-ek tekintetében is, majd mindjárt meglátjátok. Szóval figyeljünk oda, hogy mibe hagyjuk el a házunkat, és megyünk el egy rendezvényre, mert ilyen csodák tudnak születni. Ez egyébként picit Pikachu-t megrontották, én azt hiszem, kis bűnözőt csináltak belőle. De a Pikachu-s maszk az jól jönne mondjuk télen. Nagyon hideg van. Az biztos, hogy abban nem fázna a fejed. Igen, azért Hello Kitty-t se kímélték, vagy Ryukot. És ezekben az a legdurvább, hogy így mentek el egy rendezvényre. Otthon beöltözik, oké, látja, hogy ronda, nem veszi fel, elmegy inkább civilbe. De ahhoz, hogy így elmegy emberek közé, hú. Szerintem csak poén volt, tehát hogy ez épesző ember, tehát aki egy kicsit is van önértékelés, az nem adja el így a szobát. Bár egyébként a többsége egyébként ezeknek a képeknek szobán belül, tehát még szerintem otthon készült. Szóval lehet, hogy nem is mentek el ilyen rendezvényre. De vannak még itt csodák, amiket hoztunk nektek. Szintén egy kis Pokémon. Ki látta a Pokémont? Most elrontjuk a gyerekkorát. Bocsánat. Igen, egyébként erre jut eszembe még a cosplay szabályozásoknál, és hogy nemrég volt egy ilyen, pont ez az úriember, itt bal oldalt volt példának fölhozva, szintén egy új fajta szabályozás, ez a vizuális terrorizmus, amit a férfiak ilyen cuki, mini lányruhába öltözött cosplayben mutatnak be, tehát ezek is már elvileg ki vannak tiltva ezekre a rendezvényről, hogy mint férfi nem öltözhetsz be ilyen cuki kislánynak, mint ezek a emberkék. Ez is egy újfajta szabályozás. Ajjajjaj, elérkeztünk a Sonichoz. Ismeri valaki esetleg? Hát igen, látszik, hogy... Nem tudom, ti felismertétek egyébként a baloldaliból, ez is Sonic, mert én nem. Tehát, hogy ezt, ahogy gondolta, tehát ilyen low-cost, és nekem inkább valami tengeri uborkának tűnt először, kicsit bekékülve. Nem a másik se jobb. Piros szeme van, összekentek egy csöppel az arcát, aztán... Igen, az a horror Sonic animéből van. Úgy gondolta, újraalkotja. De hát itt Attack on Titan és Sailor Moon is meg lett gyalázva egy kicsit, meg egyébként összevonva középen, nekem az az egyik kedvencem, amikor Attack on Titan titánunk Sailor Moon ruhát visel, de egy low-costos cosplayt is láthatunk baloldalt, tehát egyszerűen kis japán rákfalatkákkal is meg lehet oldani, hogyha könnyen és gyorsan szeretnél Attack on Titan cosplayt. De itt is van egy vizuális terroristánk, itt jobb oldalt. Egyébként nem tudom tényleg, hogy ilyen emberek ilyenkor mit gondolnak. De mondjuk ez még nem annyira durva, nem lók ki semmilyen. Akkor remegyebb a ruha. Még az a szerencse, hogy nem lók ki semmilyen. Köszönjük, tényleg. Na hát.
Neked ez a kedvenc animéd? Nem, a kedvenc animé, szeretem a Narutót, és amikor megláttam ezeket a képeket, hát az első gondolatom az volt, hogy a Narutónak, aki beöltözött, milyen jó, mert elmegy egy rendezvényre, mindig lesz nála mondjuk kaja, csak lehet egy fejéről, és tud enni, de ahhoz képest, meg olyan reszengenom, nekem is van otthon egyébként a fürdőszobában. Úgyhogy lehet, hogy elhozom majd legközelebb. Bár ahogy említettük, kajával nem lehetsz meg, úgyhogy... Nem fogok versenyezni. Ne aggódj, így nem fog. Ja, majd megyek hozzá, hogyha éhes maradtam. Hát van ott ilyen kis szakura és társai. Köszönös. Lehet elkövetni hibákat, úgyhogy figyeljünk oda. Ilyeneket nem. Tényleg ez a low cost kategória, szintén Dragon Ball kivitelbe is. Vannak. Ez egy kicsit áthízott. Miután legyőzték, kicsit igen. Elengedte magát, és hát ez lett belőle. Ez már a sorozat után volt. Meg itt a sem fog éhezni, úgy látom. Meg is van csoki a fején. Meg répa az a ruhájának a széle. Az nagyon komoly különben. Ő az egészséges táplálkozás. De milyen kreatívak az ilyen emberek, én mindig elcsodálkozom, mert ugye itt vannak tök szép, gyönyörű cosplayek, pontosan, időt, energiát nem szégyelve tényleg ráfordítják az ember az idejét, azokra a koszkákét is mondom, amiket látni, és akkor jönnek a low-cost-osok, de egyébként tényleg, nekem édesanyám mondja mindig azt, hogy a lusta ember kreatív, és tessék, itt is ez van, tehát ha nem akarsz dolgozni vele, csak kell pár színes kis kaja, vagy olyan cucc, és már is megvan a koszké. Szintén egy kis Dragon Ball még így. A végére. Itt legalább nem mentem semmilyen rendezvény, otthon öltözött be. Láthatjuk, hogy a műanyag számlit hányféleképpen fel lehet használni a jelmezünkhöz. Igen, itt is a kreativitás megnyilvánult. Teljes mértékben. Bár igen, látni tényleg, hogy ez szobában készült, úgyhogy nem biztos, hogy kilépel. Lehet, hogy ez csak ilyen elvesztett egy fogadást kategória. Nem, van egy ilyen csávó a neten, aki mindenféle még beöltözik, ugye csak otthon, de sokszor fel se veszi magát a ruhát, csak odáll valami elé, amitől úgy néz ki, mintha az adott karakter lenne. Úgyhogy ez nem tudom, hogy akkor ez csak így a... Szilkoztunk. Igen, így az internet szórakoztatására van, csak úgy látom. Igen. Juhú! Jó, de jó! Igen, még jobban ölünk, mint... akik itt vannak. Na, ahogy említettük az elején is, lenne egy kis nyereményjátékunk, amit hoztunk nektek. Csodálatos cosplay.hu-s ilyen kulcstartókat, meg kitűzőket. Most pont nem azt tettem ki, de kitűzőket lehet nyerni, és ez egyszerű, nagyon egyszerű kis feladatot, játékot hoztunk el nektek. Nem kell más tenni, mint hogy meg fog jelenni itt a kivetítőn egy cosplay, egy animés animéből egy cosplayer, aki beöltözött egy karakternek, bár az mindegy, a lényeg az, hogy nektek az anime címét kell majd bekiabálnotok, amit majd mi kitaláljuk, hogy ki kiabál, de jelentkezhettek is, ahogy gondoljátok, és akkor majd aki kitalálja az adott cosplayt, az fog, tehát aki jól megmondja az anime címét, az fog kapni ilyen kis ajándékokat. Na, felkészültetek? Vigyázz, kész. Elég. Jó. Na. Igen, igen. Ki jössz, kérlek? Igen, kényelmetlenek néha a cosplayek. Gratulálunk. Egy kis tapsot. Na jó, ez még a bemelegítő kör volt, most már nehezebbek jönnek talán. Igen, ez az eredeti anime karakter. És akkor a következő. Na, ki lehet? Tip? Igen. Így van. Igen, a Fairy Tail. De a Fairy Tail, igen, eltaláltad. Így van. A karaktert is. Gyere ki te is. És adjuk a csodálatos nyereményt. Senki más nem látta ezt a fantasztikus animét. Gratulálunk.
Gratulálunk, tapsot! Nyomjad a következőt, lássuk. Ez egyszerű, nem olyan régi, azt hiszem. Ott hátul valaki mondta. Valaki? Pontosan. Én nem hallottam teljesen, de hiszek neked, Riga. Nekem jó a szülem, hát nem véletlenül vettek. Kihangosítottad ilyen kis fülek. Most hallás. Igen, egy kis Kobayashi. Tapsoljuk meg. Taps. Köszönjük, hogy gratulálunk. Na, nagyon ügyesek vagytok. Tényleg. Jó, mi lesz a következő? Utolsó előtti. Na. Igen. Valakit nagyon tud. Igen. Egyszerre. Más nem tudta? Valakit? De most van. Kinek kell ingyen ajándék? Ja, valami. Aki még nem kapott. De tényleg a barátnőnek odaadhatod. Igen. Ja. Azért a hölgyet, aki kitalálta, megtapsolhatjuk. Na hát hajrá, az utolsó jön. Úristen, ez egyszerű, gyerekek. Igen, de igen. Talán innen hallottam először. Én onnan hallottam. De két pólós. Jó van, én nem. Tehát egy éligazságot. Vagy van? De szerintem nagyjából egyszerre mondták, és két ajándékunk van, és eloszthatjuk. Jó, hogy mind a ketten, mert mondom, én innen hallottam először, Viga onnan, úgyhogy egyiket szeretném. Tapsot, ha nyertesek, nem? Gratulálok. Na és hát ennyi lett volna ez a kis nyereményjáték. Köszönjük szépen részletetek. Nagyon ügyesek voltatok. Hova kattingat? Jön be vége a tudjának. Igen. Hát lényegében erre készültünk. Kicsit hamarabb ledaráltuk, mint gondoltuk, mert egy órát kaptunk, és 40 perc alatt sikerült elmondanunk, amit szerettünk volna itt nektek. Hogyha esetleg van valami kérdésetek animés témában, szezonos témában, akkor... Bármilyen animés témában. Akkor nyugodtan most feltehetitek. Kuito úszó. De az a nyári. Még az őszi szezon... Mostani, hát az nem. Hát az őszi még nem indult el, úgyhogy abban nem tudok mit mondani. Ja. Köszönjük. Nem tudtuk volna. Honnan tudod? Hát én nem tudtam, azt tudom, mi ez. Elnyomodjál még ilyet neki. De vannak itt szakértők még, úgy látom, a nézőközönség között is. Igen, szóval Koito Uzo egyébként az egyben Slice of Life, de szerintem a Barume Yokoso is ráhúzható, az is, hogy Slice of Life, mert az is teljes mértékben próbál ilyen élethű közeli maradni. Ugye az emberi érzések, céltudatosság, minden megtalálható benne. Egyébként a rajzolása nekem kicsit olyan lovely komplexes beütése volt, nem? Meg egyébként nagyon fura, hogy rengeteg... nem minden... szereted a lovely komplex? Nem az a bárrumos idő. Ja. Mindenkinek olyan hosszú nyaka, meg Victoria-i volt, hogy én megláttam a trailert, és mondtam, hogy nem, én ezt meg fogom megnézni, mert nem tetszik a grafikája. Nekem érdekelt, hogy mit hoznak ki ezekből a... báltermi táncokból, hogy mit fognak mutatni meg, hogy mennyire fogják így részletezni ezeket a dolgokat. De az tény is való, hogy kicsit zavaró, hogy mindenki... Én láttam ugye élőben is ilyen versenyt, és tényleg mindenki nagyon vékony és nagyon magas, de ebben az animében tényleg ilyen zsiráfnyakuk van, és iszonyat vékony a kezük is, tehát hogy oké, hogy a japán emberek... De egyébként az az érdekes, hogy a japán emberek alacsonyak, tehát én szerintem ebben az animében az összes magas embert összeszedték, és amennyit találtak, azt úgy ilyen jövőkép, hogy esetleg egyszer magas lesz a japán társadalom, de tényleg nagyon, nagyon vékonyak. Igen, de ez minden animében különben megfigyelhető, hogy, hát, hogy vékonyak, mint a japánok is. De egyébként... Ebben a barum Yokosoba a főszereplő az, ami egyébként tipikus japán, tehát ugye a japánok, a japán férfiak nem olyan férfiasak, mint az itteni férfiak,
Tehát, hogy még ugye panaszkodunk már itthoni úri emberekre, hogy milyenek, és hogy miért nem olyanok. Hát Japánban sokkal több problémánk lenne. Tehát egyrészt a kinézetük is, hogy nem magasak, nincsen széles válluk, vagy esetleg hogy gyúrnának, ilyenek nincsenek ott. Ráadásul iszonyatosan beszariak, nem mernek megszólítani. Tehát és egyébként ebbe a barmos animébe teljesen átjön, hogy így a főszereplő, de egyébként rengeteg anime van, aminek a főszereplő hős, ami például a Mirai Nikki, amit nemrég néztem, abba is a főszereplő is, hát ilyen kis tutyimutyinak mondható, és ez annyira tipik Japán, tehát nem véletlenül olyan valósághű emberek, tehát hogy valósághűek az anime karakterek, mert valódi japánokról mintázzák őket. És egyébként engem az érdekelne, Viga, hogy a Fate Apocrypha, hogy az most mondtad, hogy nem annyira erőteljes, mint a Facetale-nál sorozat volt. Ugye, hogy nincs annyi harc. Igen, ahhoz képest, hogy dupla annyi karakter kaptunk, kevesebb harcot kaptunk. A legtöbb harc tényleg elkezdődik, aztán az egyik fél úgy gondolja, hogy most inkább visszavonul, mert úgyse győzne, és vége van. És például én Mordredet akarom végre látni, hogy jót küzdjön valakivel, és mindenki félbeszakad a harc, vagy feladja valaki, vagy visszavonul. Meg az, hogy a két csapat van, ugye egy nagyobb háborút vívnak, és több harcszintéren folyik a zaj, így ugrálunk. Két percig nézzük az egyik csatát, aztán ugrunk a másikra, nem tudom, és így élvezni, hogy igen, lássuk egy rendes harcot. Illetve a grafika se annyira jó, szerintem, de az abban is... De azért hasonlít a Facetale-osról. Persze, az alapkoncepció. Egyébként a főhősnél az majdnem tök ugyanaz, mint a... Hát az azért, mert most spoilerezni fogok, ő az előző Steinbergnek a gyereke, azért hasonlít rá. Tényleg? Igen. Ó, micsoda fordulat. Igen. Ezt a sorozatot már én is nagyon vártam, majd mindenféleképpen megnézem, de ugye van egy Fate Zero mellékszála is, vagy egy külön történet, az is, nem? Hát ez egy külön időben játszódik. Ugye a Fate Zero játszódik leghamarabb, utána a Fate Stay Night, ami napjainkban, és most a Fate Apocrypha, az mind a kettő előtt játszódik. Nem tudom, hogy pontosan mikor, a második világháború után, olyan 70-es években, talán nem merem így berakni, nem tudom pontosan. De az animében kijött már a Fate Zero? Mert mangát, ezt rengeteget láttam. Persze, két évadal jött ki, 50 epizóddal, úgyhogy megvan az is. És láttad? Vagy még nem? Még nem, még a végtelen hosszúságú listámon van. Így van. Így van, egyébként mi animések nagyon küzdünk azzal, hogyha ti is anime rajongók vagytok, nyilván tisztában vagytok vele, hogy mindig azzal küzdünk, hogy végtelen a listánk, azzal, amit meg szeretnénk nézni. Ugye, hogy említettük is, tehát ezt, hogy heti 40 animét próbálnak a tévébe belepasszírozni, és hogy maguk a szezonok is ilyen 40-50-60, csak a sorozat, tehát akkor még a zónákovák, speciálok, minden hülyeség, az még nincs is mellé társítva meg a filmek. Szóval iszonyatos. De egyébként visszatérve a nyári szezonra, kijött most egy, azt hiszem mi az a kis... De minden Studio Ghibli-nek kijött most egy anime, movie-a. Arról nem tudok. Egy kis poszorkánylányos, hogyha jól emlékszem. Érdekes, érdemes különben a nyári szezonból a movie-kat is végiglesni, mert több olyan is van, ami érdemes a megnézésre. Most fog valamikor kijönni egy újabb, amint megjelenni most fog, már, akkor már nagyon promotálták Japánba a mozikba. Egyébként nem mertünk beülni, de ellátogattunk egy mozihoz. Megnézni, hogy milyen, és az egyébként tele volt szóróanyaggal, mindenféle, tehát egy brutális, meg ugye termékeket lehetett ott venni az animékből, meg amiket leadtak, azokból is lehetett vásárolgatni, de úgy nagyon nem lehetett felismerni a kis mozis listájukról, hogy akkor most, mert ugye minden kanji van, hiraganával volt írva, és akkor találja, hogy most mi fogjuk menni 11-kor, vagy este, vagy nem tudom. A Free-t azt felismertem, ugye a Free-nek is most jött ki egy új movie-ja. A Free-t azt kiírták valamiért, fonetikusan, de semmi mást, az nagyon érdekes volt. De tényleg mondom, most mikor májusban voltam, május végén, tele volt Free-vel egész Japán. De tényleg, az összes animés újság Free-vel volt tele, meg mindenféle plakátok, meg ja, ajándékok, amit akarsz, tényleg brutális milyen piaca van ennek tényleg Japánban, hogy
mindenhol ilyeneket lehetett venni. De egyébként jó volt, jó sokat is költöttem, amit nem nehéz egyébként, úgyhogy azért csinyán vigyetek magatokkal pénzt, hogyha Japánba mentek, mert végtelenségig lehet költeni. Ott fogadom. Igen, te most mész majd jövőre. Most? Igen, egy év múlva. Hát igen, ha mi is egy évvel, egy fél évvel előtte vettük meg a repjegyet. Nekem intézik. És mikor, augusztusban mész? Augusztusban. Félek. Jó. Mert én hallak, csak nem biztos, hogy ők hallanak. Igen, és egy ilyen anime túrra mész, ha jól tudom. Igen, a japán specialista, jó voltából befizettem, és akkor megyek Japánba. Jó voltából, igen, fizetik el. Jó, de ők fognak, ők intézik a dolgokat, én csak megyek. Csak megyek, mész és élvezed, de onnan vigyázzál majd rá, hogy... És látogass el egy cosplay-es kávézóba, egy maidcafé-ba mindenképpen. Mondom, tele van vele Japán. Egyébként a Akihabaránál jársz, ott még nagyon sok ilyen van. És mindegyik előtt áll egy ilyen lolikonos kis hölgyemény, és mutogatja, hogy mik vannak bent. És találkoztunk egyszer egy olyan alak, aki leszólított minket, és elméletileg angolul beszélt, én semmit nem értettem. Tehát valamennyire azért értek meg, beszélek angolul középszinten, de semmit nem értettem abból, amit makogott ott a csajci, mert ez a és így talált ki, hogy mit akar mondani. Még az a szerencsé, hogy a Japánban minden fényképpel van illusztrálva, és akkor tudod, hogy jó, akkor most erről beszélt. De mondom, ott a Akihabarában rengeteg ilyen cosplayes is volt egyébként, nem csak ilyen kis lolik, hanem rendes cosplayerek is voltak minimálisan, de főleg ők is ilyen éttermeket, maidcaféikat, stb. Reklámoztak és invitálták be az embereket. Egyébként meglepő volt számomra még az is Japánban, hogy nem volt annyi cosplayes. Tehát tényleg én azt gondoltam volna egy képek alapján, tehát hogy itthon esküszöm, még ennél a rendezvényen is több cosplayes láttam, mint Japánban. Durva igazán, úgyhogy ha kimentek, ne készüljetek arra, hogy majd mindenki fura ruhákba járkál, meg mindenki cosplay van, bármilyen fajta, akár anime és akár fantazis, mert nincs. Néhány helyen, mondjuk Harajukuban hétvégén meg lehet őket találni, de egyébként meg hol tűntek el, vagy hol vesztek el, és nem is értem, hogy ezek alapján a japán cosplay gyártó, hogy honnan van annyi bevételük, hogy nincsenek is cosplay, ez valószínűleg külföldről szerzik be, a külföldi rendelésekből van az a 35 milliárd ilyenes, amit 2008-ban produkáltak, brutális mennyiség. Hát, vagy csak mindig elkerültétek a cosplayeseket. Vagy csak elkerültétek, az is lehet. Nem, egyébként nagyon formálisan öltöznek a japánok, tehát az a zakó, fehéring, hölgyeknek is, ugye maximum könnyékigérő ruha, mert különben már nagyon szexis vagy. Tehát a seged bármeddig ki lehet, az nem zavar, az semmit, az nem megbotránkoztató, de hogyha könyök fölött van, kivillan a kezed, akkor ott már nagyon szexista vagy, és jönnek a prűd emberkék, akik rád szólnak, hogy hát ezt nem kéne. Úgyhogy nem is láttam ilyen lányokat, akik trikóba vagy bármilyen kis felsőbe lettek volna. Érdekes. Esetleg valami kérdésetek még így animés, esetleg japános témában? Horror anime. Vigyom. Mostanság jön. Mit tudsz erről? Hát én olyat nem látom egyébként a nyári szezonban. Nem igazán. Főleg olyat, ami, hát mondjuk relatív, hogy kinek mi az ijesztő. Tehát, nem, én most nem emlékszem, hogy nyári szezonban lett volna egyáltalán, sőt, még talán a tavasziban sem. Nem igazán, nagyon-nagyon ritkán jönnek ki. Olyan horror animék, amik tényleg horrornak mondhatók, és tényleg egy kicsit félelmetesebb. Mostanában nem nagyon bővelkednek benne, de így most már egyébként lehet úgy nagyjából látni, hogy az őszi szezonban mi fognak kijönni. Tehát már ilyen Anichart és Anime Addict és társai, tehát ott My Anime List, ezeken már lehet látni, hogy nagyjából mik fognak az őszín kijönni, de abban se rémlik, hogy lenne ilyen típusú anime, de érdemes megnézni, mert esetleg. De ha nagyon ijesztőt akarsz, én egyébként még olyannal nem találkoztam animével, ami olyan hú, de ijesztő lett volna. Nem tudom, ezt így átadni animén keresztül, ez
ezeket a horroros jeleneteket. Jó, persze, vannak ilyen gore animék, amik ilyen full brutál, mint a Corpse Party és társai, de... Tessék? Így van, így van. Csak ez nem ijesztő, az csak egyszerűen véres. Így van. Úgyhogy az is egy jó műfaj, én nagy kedvelője vagyok, meg a horrornak is, de az a baj, mondom, hogy horror, jó horror animét, én nem igazán. Ami kifejezetten erre épül. Nem, inkább véres. Arra menek rá, hogy minél véresebb legyen. Igen, mert azt szerintem jobban tudják szerepeltetni, látványban jobban átjön, mint a horror, de igazság szerint zenével is simán meg lehetne oldani, képi megoldásokkal, szóval kivitelezhető lenne, csak nem tudom, eddig még mondom, én nem találkoztam olyannal most a mostani szezonokban se, ami olyan igazán ijesztő lett volna. Bár egyébként egy idő után már nehéz megijeszteni az embert, szerintem ezzel te is egyetértesz, hogy a sok horror, így van, tehát a sok horrort néz az ember meg innen, akkor így nehéz. Esetleg még valaki? Jó, hát akkor szerintem még van 5 perc, lehet menni kis szünetre, még mielőtt kezdődik a következő program, ami már ugye, ha jól tudom, a cosplay verseny lesz, nem? Még van egy előadásunk előtte, vagyis nem nekünk, de van egy előadás, úgyhogy... Hát jó van, akkor köszönjük szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánunk! Reméljük, hogy igen, és tudtunk érdekességet mondani.